Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Csendes volt az ünnep, a rendőröknek és a tűzoltóknak sem adott sok munkát a karácsony. Lovagok főztek, több mint 250 adag étel készült rászorulóknak. Karácsony után nem muszáj visszavennie a boltnak a nekünk nem tetsző ajándékot. Fenyőkupa 37. alkalommal csaptak össze a foci szerelmesei Bátaszéken. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Annyit utcán vertek meg egy nőt karácsonykor Szexárdon, a támadót percek alatt elfogták a rendőrök. Ezt leszámítva nem történt bűncselekmény Tolna megyében az elmúlt napokban, balesetből is csak 6, és azokban sem sérült meg senki. Rendőrségi helyszíneléskor készült fotók a támadás után. A férfi fényes nappal karácsony másnapján rontott rá a nőre a szexádi Béri Balog Ádám utcában, hogy miért azt nem lehet tudni. A földön fekvő áldozatnak a férje próbált segíteni. A két férfi dulakodni kezdett, majd a támadó megpróbált elmenekülni, de nem jutott messzire. A kollégáim 2 percen belül elfogták az elkövetőt, őt garázdaság és könnyűtesti sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az utakon nyugodtan telt a karácsony, kisebb balesetek ugyan történtek, ám egyikben sem sérült meg senki. Mindösszesen 6 anyagi kárral járó baleset történt, tehát senki sem sérült meg Tolna megye útjain ebben a 3 napban az ünnepi időszakban. Letörött faágak és egy rosszul összerakott kályha adott munkát az ünnepek alatt a tűzoltóknak, ahogy évek óta idén sem okozott pusztítást kigyulladt adventi koszorú vagy karácsonyfa tűz. Beérik a sok-sok figyelmeztetésnek a gyümölcse, hiszen évről évre elmondjuk a lakosságnak, hogy ilyenkor karácsony táján mire figyeljenek oda, hogy megelőzzék a lakástüzeket, és szeretjük azt gondolni, azt hinni, hogy meg is fogadják a tanácsainkat, tehát ebben az évben sem történt lakástűz, karácsonyfa tűz miatt. Boros Brigitta, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője azt mondja, az emberek egyre jobban figyelnek arra, hogy ne vegyenek olyan eszközöket karácsonykor, amik tüzet tudnak okozni. Már közel 100 000 család igényelte a júliusban indult családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását. Az intézkedések közül a babaváró kölcsön és a nagycsaládosok autóvásárlási programja a legnépszerűbb, de sokan élnek az otthonteremtést segítő kedvezményekkel is. A babaváró támogatásért mintegy 60 000 házaspár folyamodott, közülük 46 000 már szerződést is kötöttek. A legtöbben a 10 millió forintos kölcsönt vették fel, az összeget pedig jellemzően lakást célokra fordítják. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatását 23 000 nagycsaládos kérte. Új autójuk megvásárlását már közel 8 milliárd forinttal támogatta az állam. A karácsonyi ünnepek után gyakori a nem tetsző, már meglévő vagy hibás ajándékok visszavitele. Ám a kereskedőnek nem minden esetben kell visszavennie a terméket, ha az hibátlan. Ha a termék színe, mérete nem jó, akkor csak a kereskedő jó indulatán múlik, hogy a bizonylattal együtt visszahozott ajándékot kicserélje másikra, vagy esetleg biztosítja a termék árának levásárlását az üzletében. Hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. 3 napos csereszabály mindenre vonatkozik. Akciós árut nem cserélünk. Vásárlást követő 3 nap után csak a szakszervízbe lehet visszavinni a hibás terméket. Számos hibás kereskedői magatartás és tévhit van érvényben, amikre a fogyasztóvédelem felhívta a figyelmet. Karácsony után ugyanis sokan fordulnak hozzájuk különböző panaszokkal. Ám sokszor kiderül, hogy a vevők nincsenek tisztában a szabályokkal, például azzal, hogy hibátlan, de nekik nem tetsző ajándékot visszavihetnek-e a boltba, vagy sem. Az ajándékot nem muszáj visszavenni, nem kötelessége az üzletnek visszavenni, csak akkor kell vele foglalkozni, hogyha az minőséghibás, tehát ha valami baja van. Nem tetsző színű vagy méretű termék esetén tehát csak a kereskedő jó indulatán múlik, hogy a bizonylattal együtt visszahozott ajándékot kicseréli-e másikra, vagy esetleg biztosítja a termék árának levásárlását az üzletben. Ha azonban hibás a termék, akkor a vevő élhet a szavatossági igényével, vagyis hogy kijavítsák, kicseréljék az árut, vagy pedig a termék árát visszaadják neki. A pénz akkor jár vissza, hogyha a termék vagy jótállásos, és nem tudják megjavítani, és nincs is ugyanolyan másik termék,
amit vásárolt, mert ugye első körben, ha nem tudják megjavítani, akkor csere utalvány jár érte, ami arra jogosítja föl a fogyasztót, hogy egy ugyanolyan másik terméket kapjon. Ha nincs az a másik termék, akkor kérheti a fogyasztó vissza a termék árát. A fogyasztó védelemhez legtöbbször azzal fordulnak a vásárlók, hogy az adott termék nem tudja azt, amit elvártak tőle a reklámok alapján. Ám a reklám nem üzleti ajánlat, az csak egy figyelemfelhívás, emelte ki Orosz Valéria. A fogyasztóvédelmi szakemberek egyébként azt javasolják, hogy érdemes megbízható helyen vásárolni, megtartani a vásárlást igazoló nyugtát, blokkot, mert minden jogorvoslatnak, minden reklamációnak az az alapja. A reklamációról pedig mindig érdemes felvetetni jegyzőkönyvet. Minden eddigi rekordot megdöntött az évvégi forgalom az üzletekben. A teljes kiskereskedelmi forgalom túlépheti az 1200 milliárd forintot, és ebből 100 milliárdnál is többet csak ajándékokra költöttek el az emberek. A legtöbben idén is műszaki cikket, játékot, könyvet, kozmetikumot és ruhát vásároltak. A kiskereskedelmi forgalom legnagyobb részét még mindig az élelmiszervásárlás teszi ki. 1200 milliárd forintból több mint 500 milliárdot élelmiszerekre költöttek a vásárlók decemberben. Több mint 250 adag gulyáslevest főztek a Szent György lovagrend szekszárdi lovagjai rászorulóknak. A karitatív tevékenységet végző közösség tagjai második éve segítenek így azoknak, akik az ünnep elmúltával nem jutnak meleg ételhez. Nagynak lenni és kicsinek látszani, ez a Szent György lovagrend mottója. A szervezet tagjai tavaly a délvidéken, idén a felvidéken folytatnak karitatív tevékenységet. A tavaly téli szekszárdi ételosztásuk sikere további akciók megszervezésére sarkalta a lovagrend tagjait. Akkora sikere volt a tavalyi szarvasgulyásnak, hogy azt gondoltuk, hogy mindenféleképp egy ilyen hasonló tartalmas, és valami igen finom étellel kéne elrukkoljunk, és ez elég kézenfekvő volt, annyi dicséret kaptunk érte. A lovagrend tagjai nem kifejezetten a hajlék nélkülieket várták, minden rászorulónak szívesen osztottak az ételből. Bárki ide jöhet, alapvetően azt mondtuk, minden rászorulónak, nem csak hajléktalanoknak, minden rászorulónak, akár kisnyugdíjasnak, aki nem tud egy ilyen ételt tenni, szeretne társaságban lenni. Egy idős hölgy itt volt velünk, aki beszélgetett, szegénynek elment már a férje, egy kis jó szót akart itt hallani, beszélgetni velünk, itt lenni, megkínáltuk egy kis nápolyival, jól érezte magát, visszahívtuk ebédelni, vissza is fog jönni hozzánk. Közel 300 adag készült a szarvasgulyásból, ami mellé még édességekkel is készültek a szervezők. Tolna megye egyik legpatinásabb sporteseménye a Fenyőkupa labdarúgó torna Bátaszéken. Profi és amatőr játékosok adnak egymásnak rendezvút és küzdenek meg a serlegért 4 napon keresztül. Idén 24 csapat nevezett a tornára. Ha december vége, akkor 37 esztendeje Fenyőkupa kispályás labdarúgó torna Bátaszéken. A sok évtizedre visszanyúló rendezvénynek kezdetben Decs és Dunaszekcső volt a helyszíne, ám az 1985 óta létező bátaszéki sportcsarnok átadása óta itt zajlanak a mérkőzések. Idén 24 profikból és amatőrökből szerveződő csapat méri össze tudását. Ha belegondolunk, ugye 37 éve a megye leglangosabb, úgy gondolom leglangosabb rendezvénye lett, úgy amatőr, mint profi szinten. Nagy létszámban vesznek össze rajta a csapatok, 12 amatőr, 12 profi csapat, két-két csoportban mérkőznek a 4 nap alatt. A hangulat már a selejtezők idején is kiváló volt, ám ahogy a szervezők remélik, a döntőre már egy tűt sem lehet majd leejteni, annyi lesz az érdeklődő. Ez a rendezvény a megyes sportéletének is egy kiemelkedő eseménye, hiszen ezen a rendezvényen nem csak a megyebajnokság kiváló játékosai fordulnak meg, hanem NB-s, sőt NB1-es labdarúgók is már koptatták ezt a parkettát. Hozzá kell tegyem, hogy ez még mindig amatőr rendezvény. Különleges presztízse van ennek a versenynek, mondja Bozsadik Róbert, aki 12 éven át volt gólkirálya a tornának. A győzelem még a profik szemében is jelentős dicsőséggel bír. A Fenyőkupa döntőire december 30-án kerül sor a Bátaszéki sportcsarnokban. Regionális híreink következnek. Több tonna műanyag hulladék illegálisan, keresik a rendőrök az elkövetőt. Vörsi Betlehem 71. alkalommal készítették el az életképet. 400 ezer forintért kelt el a 2 mez, jótékonysági focitorna a balesetet szenvedett fiúért.
Több tonnányi műanyag szemét, gyártási hulladék került kirakásra Komló és Márfa között a főút mellett. A környezetromboló engedély nélküli tevékenység elkövetőjét már keresi a rendőrség. A felröppent hírek szerint külföldről érkezett a rakomány, amit engedély nélkül helyeztek ki a természetbe. Ezért a törvény szerint akár szabadságvesztés is kiszabható. Műanyag szemüvegkeret, talpbetét, valamint gyártási hulladék tonna számra közvetlenül a főút mellett fogadja ez a látvány az autósokat. Komló közigazgatási területén, de a Mánfai önkormányzat tulajdonában van a telek, ahova illegálisan letették a kamionnyi szeméthegyet. Komló polgármesteréhez hétvégén jött az első lakossági bejelentés. Kollégáimmal azonnal megtettük a szükséges lépéseket, rendőrségi bejelentést tettünk, és a rendőrség tényleg forró nyomon elindult megkeresni a környezetszennyezőt. Itt több variáció lehet ennek a végkimenetele. Ha a környezetszennyező megvan, akkor őneki kell gondoskodnia az ártalmatlanításról, és meg fogja kapni méltó büntetését. Felröppent a hír, hogy olasz kamion szabadult meg a terhétől így, de ezek csak feltételezések. Ismeretlenek az elkövetők, nagyon sok szemtanú van, azt tudjuk, hogy egy szép nagy kamionnal hozták, ebből arra lehet következteni, hogy nem a szomszédból, tehát valahonnan messzebbről, de ennél többet én se tudom mondani. A rendőrség sem közöl az ügyről semmit a sikeres nyomozás érdekében. A hulladékgazdálkodás megsértésért egyébként akár szabadságvesztés is kiszabható. Advent első vasárnapja óta látható a Vörsi Betlehem. Idén immár 71. alkalommal készült el Európa legnagyobb templomi bibliai életképe, amelyen 15-en 9 napon át dolgoztak. A Betlehem február 2-ig látható. Az egész országból, de a határon túlról is érkeznek látogatók a Vörsi templomba. Sokan először járnak itt, kifejezetten a híres Betlehem miatt keresték fel a települést. Először látogattunk el ide Vörsre. Igazából azért jöttünk el, mert már régóta hallottunk erről a Betlehemről, és még soha nem látunk ilyen hatalmas nagy Betlehemet. És egy gyönyörű. A látogatókat lenyűgözi az idei Betlehem is. Olyan felemelő érzés azt látni. Sok helyen van, és nálunk is van minden évben a templomban, de ez egészen más. 71 éve készítik el a vörsiek a Betlehemet, amely az évtizedek alatt Európa legnagyobb templomi bibliai életképévé vált. Az 50 négyzetméteres építményhez 30 láda mohát, több utánfutónyi tuja és fenyőágat, 2-2,5 köbméter fát használtak fel az építők. Kezdjük először a mohaszedéssel, utána templomban az oltárt elbontjuk, hogy a helyére fel tudjuk építeni a Betlehemet. Utána következik a háttér, ez egy vadrácsra felszerelt tuja sor, és ezt darabonként, apránként úgy kötözzük föl, hogy ilyen gyönyörű zöld felületet kapjunk. Minden évben több tízezer látogatót vonza a Vörsi Betlehem, amely 2020. február 2-ig látható. A küllemet, az ízvilágot, valamint a tészta és a töltelék állagát is vizsgálta a szakértő zsűri a beiglisütő versenyen Balatonszemesen. A megmérettetésre 25-en jelentkeztek, nem csak rutinos asszonyok, hanem férfiak is elkészítették a hagyományos karácsonyi süteményt. A klasszikustól a különlegesig mindenféle beiglivel találkozhattak az érdeklődők az első balatonszemesi karácsonyi vásáron megrendezett beiglisütő versenyen. A 17 induló közül voltak, akik több ízzel is készültek, a férfi indulók pedig szakítottak a klasszikus vonallal. Próbáltam először csülkösre elképzelni a figurát, hogy legyen férfias, de aztán csirkés lett belőle, de szerintem mehető. Kíváncsi vagyok, a zsűri mit fog szólni majd. A zsűrinek összesen 36 beiglit kellett végigkóstolnia, és bár díjat nem nyert a húsimádóknak készült sütemény, de emlékeztek rá. Volt egy húsos verzió is, ami szerintem itt már elég, még ha próbálunk objektívek lenni, akkor is ízlés dolga. De például volt, aki mákos beiglit csinált, fekete szederrel, ha jól emlékszem, az szerintem nagyon ötletes volt, és nagyon finom is. Volt még egy variáció, ami kókuszos volt, de szintén olyan, hogy szerintem ízlés dolga. Nekem kicsit érdekes volt.
A zsűri tagjai ugyanakkor díjazták a versenyzők kreativitását és azt, hogy vállalkoztak arra, hogy megmérettessék karácsonyi süteményüket. Az arányokat nem mindig és nem mindenkinek sikerült eltalálni a töltelék és a tészta között, de Jáni László séf szerint ez sok gyakorlással orvosolható. Gyakoroljuk, csináljuk minél többet. Tehát, hogy az baj, hogy lehet, hogy Berli csak egy évben egyszer süt az otthoni ember, de legalább süssön, és akkor lehet, hogy évtizedek után fog majd kialakulni az, hogy na jó, van a családnak egy tök jó Berli, ha a nagymama vagy az édesanyja nem hagyta rá a már működő nagyon jó receptet, és hogyha ez nincs meg ez a recept, akkor csináljuk. Tehát, hogy akkor legyen, teremtsünk hagyományt. A versenyből akár csak a karácsonyi vásárból hagyományt szeretnének teremteni a Balaton szemesiek. A közösségépítésen túl a cél, hogy télen is kínáljanak programokat a Balatonnál. Vasárnap ismét minden Gergely Áronért, Gergely Áronnak szólt a pécsi sportoldában. A tavaly balesetet szenvedett kisfiú családja megsegítésére szervezett tornán adták át a Lici győzteseinek a női válogatott mezt és a Paris Saint-Germain játékosok által aláírt Neymar mezt. A két mez összesen 400 ezer forintért kelt el, de a legnagyobb taps a főszereplőt, Gergely Áront fogadta. A Gergely Áron családja megsegítésére létrejött jótékonysági tornára a szervező pécsi sportolda mellett az AC Dream Team Bukarest, a Kaposvár, a Siófok és a Szegedi Szent Mihály FC U16-os leány csapatai érkeztek. Az akcióhoz csatlakoztak a felnőttek is, ugyanis a sportolda All Stars gárdája az MLS Baranya megyei igazgatóságának csapatával játszott gála mérkőzést. Az eseményen adták át a licit nyerteseinek a női válogatott, valamint a Neymar és összes csapattársa által aláírt PSE mezt is. A két mez összesen 400 ezer forintért kelt el. De természetesen a legnagyobb taps Gergely Áront fogadta, akinek az egyik barátja még egy karácsonyi dalt is énekelt. Második focikupa volt, amit szerveztek, és ugye Áronnak gyűjtöttek. Ez nagy segítség anyagilag, meg érzelmileg is nagy segítség, hogy ennyi kiállnak Áron mellett, és látogatjuk az edzéseket, a meccsekre elmegyünk, ami Áronnak nagyon jó, és nagyon élvezi, és nagyon sok segítség, hogy Áron edzője hetente látogat minket, és ez is nagyon-nagyon fontos érzelmileg. A torna eredményhirdetésén külön köszöntötték Szolga Biankát és Balogh Zselykét, akik mindketten 2008-as születésűek, de a 16 évesek között is megállták a helyüket. A számomra régebben csak egy ilyen hobbi volt, de mióta ide járok a sportoldába, azóta már az első nap, az első hét, az első edzés mindig egyre többet jelentett, és mostanában már nagyon sokat jelent, és nagyon sok részt vesz kezére. A pécsi sportolda egy családias egyesület, ahová szívesen járnak a gyerekek. Óvodás korom óta ezt csinálom, nagyon tetszett az egész, az osztálytársam hívott el így, hogy járjak én is, és azóta már ide járok, és eléggé jól beilleszkedtem, már befogadtak, és nagyon tetszik. A jótékonysági tornát az AC Dream Team Bukarest gárdája nyerte, miután a döntőben legyőzte a Szegedi Szent Mihály FC csapatát. A harmadik helyért játszott mérkőzésen a pécsi sportolda U14 legyőzte a pécsi sportolda U16-ot. Ötödik lett a Kaposvár, és a hatodik helyen a Siófok végzett. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Csendes volt az ünnep, a rendőröknek és a tűzoltóknak sem adott sok munkát a karácsony. Lovagok főztek, több mint 250 adag étel készült rászorulóknak. Karácsony után nem muszáj visszavennie a boltnak a nekünk nem tetsző ajándékot. Fenyőkupa 37. alkalommal csaptak össze a foci szerelmesei Bátaszéken. Hétvégén erős, olykor viharos lökésekkel is kísért szél fúj majd, napsütéses, de hideg időre van kilátás, átmeneti mérsékelt felhősödésekkel. Hajnalban már többfelé előfordul fagy, majd napközben is az évszakos átlag köré csökken a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!